kettivelését Domokos visszalőtte, Egressy pedig fölé rúgta a labdát. A 16. percben Kákóczi került a 16-oson belülre, Domokos pedig elhibázta a lehetőséget, nem találta el a labdát. Aztán a 32. percben nagy meglepetés lett túlra a stadionban, Szalajdzsán legurítását Stark iszonyatos erővel lőtte kapura, Rácz kapusa a labdába csak beleütni tudott, hárítani nem. Az Eto harmadik támadásából gólt szerzett Stark Péter remek lövéssel 1-0-ra vezetnek a vendégek. A több mint 300 kilométert utazott győri rajongók természetesen elégedettek. Nem szegte kedvét a gól a hazaiaknak. Egressy is bemutatta, tud ő is jól szabadrúgást lőni, de Molnár védett. Egyurányú forgalom zajlott a pályán a szuperaktív Kákóczi beadását, Mr. Balszerencse, vagyis Egressy rúgta Molnárba. A szünetben az egygólos hátrány ellenére a szurkolók szorgalmasan vásárolták a Diósgyőri klub ajándéktárgyait. Újra és újra a DFC lakos hibája után Domokos lövését Molnár villámmozdulattal ütötte ki. Lássanak csodát, kiszabadult az Eto a szorításból, Szalajdzsán passza után Korsós Rácba rúgta a labdát. 7 perccel a vége előtt Egressy emelése a felső létről pattant ki. Továbbra is vezet az Eto. A 86. percben a kiválóan védő Molnár vetődött szabados gurításába. Itt sem született gól. Egy perc múlva a csereként beállt Szarvas remekül ugratta ki a szintén csereként beállt Iliét, aki egyedül tört kapura, de Rácz jól védett. Megtört a jég a 91. percben, Egressy ravasz emelését Molnár könnyedén akarta kiütni, de nem sikerült, mert a labda a saját kapujába került. A hosszabbítás első percében egyenlített a végig támadó Diósgyőr, akiknek a játékosai, ha jobban koncentráltak volna, akár gólokkal is megnyerhették volna a mérkőzést. Így azonban Diósgyőr-Győri Eto 1-1.